Na sziasztok, sziasztok, kedves emberek, én Dombi vagyok, és ez itt a GTA San Andreas Mitoszok és Legendák 7. évadának lesz a 14. része, most nem számoltam el magam. Ez itt a bőrarcnak a nyomozásának a harmadik része. A mai részben Panoptikonba fogunk most ellátogatni a legijesztőbb helyre a játékban, hiszen itt lehet leginkább látni bőrarcot, azaz hát a láncfűrészes gyilkost. De most ez egy kivételes videó lesz, nyomozás, hiszen nem egy hetet töltöttem el, hanem majdnem egy egész napot, tehát hogy éjféltől, hát az egész estét ott töltöttem, hogy biztos találok-e valamit. Azért nem akartam egy hetet, mert azzal nem akarom húzni a drága időt, mert idő az ugyebár pénz. De miről is van szó tulajdonképpen? Ez az a hely, ahol található egy véres kabinok, láncfűrész, tehát mondjuk azt nem láttam, de igazából azt kell mondani, hogy a legparásabb helyszínhez érkeztünk. Még azt kell elmondanom itt előjáróban, hogy a PS2-es verzióban itt volt egy halálfej, tehát ez olyan ikon, mint a Vice City-nél, hogy így Rampage-et lehetett csinálni, tehát hogy így örjöngeni. De nagyon érdekes, hogy ott ennél a fatelepnél lehet észlelni bőrarcot, és sokan számoltak be arról, hogy itt, na, tehát itten, ottan lehet felveset észrevenni, hogy ott van. Mondom, a legparásabb helyszínhez érkeztünk, mert nekem ez mindig a legijesztőbb hely, ha itt kell nyomozni, mert itt egy küldetés is játszódik, egy verseny. Igazából, tehát értitek a súlyát? Tehát én meg se tudok szólalni, mert annyira parás ez a helyszín, hogy meg se tudok szólalni, tehát szó szerint nem tudok megszólalni, de itt most láthatok képeket. Ezeket a képeket még a nyomozás során készítettem el. Most azért vágtam be ezeket a pár képeket, hogy azért érzékeltessem, hogy milyen nyomasztó, illetve az is, hogy nyomozol, aztán úgy azt veszed, úgy érzed, mint hogyha figyelnének téged a háttérben. Ez olyan volt, ez a nyomozás, pláne hogyha még ködös időben kellett nekem nyomozni, meg viharos időben. Hát viharos időben nem, de igazából az a légpárnás hajó, az senkit ne ijesszem meg, az csak oda volt téve annál a kabinnál, mert lehet, hogy a versenynél kellett, vagy azzal jutalmazott meg átüt értelemben a játék. Szóval, hogy itt igazából, ha észrevettetek valamit, akkor azt nyilván írjátok le a kommentmezőben, és képmetszővel vágjátok ki, küldjétek el nekem Messengeren vagy Facebookon. Úgyhogy az utolsó képet, amit majd látni fogtok,
Azután fog majd elindulni a videó. Nem fogok még egyszer ilyen pofázost csinálni. Beszélek a videó lemente után, tehát ami lement a videó, azt utána beszélni, nem. A következő részben találkozunk, szintén ezzel a láncverseny bőrarcos résszel, azaz már Beacon Beyondban, meg Flint Countyban fogunk majd nyomozni. Hát, hogy egy részben fogom összesűríteni az egész kettő nyomozást, de lehet, hogy aztán végül aztán külön-külön lesz. Úgyhogy jó szórakozást szeretnék kívánni, és hát borzongást a videóhoz. Következő részben találkozunk, addig is sziasztok! Thank you.